Azért csináltam végig most már lassan 50 évet, mert az az indítatás indított el, hogy változtassunk. Ha segíteni nem tudunk, akkor csak javítsunk. Ha segíteni tudunk, akkor ne álljunk ott tétlenül bámés módon, hanem avatkozzunk be. Dr. Bálint Andrást mindenki úgy ismeri, mint aki beavatkozik, gyógyít, javít, segít, és ha kell, képvisel közös ügyeket. 1985 óta él és dolgozik Pesterzsébeten házi orvosként, és az elmúlt évtizedekben az egyik legnépszerűbb szakemberré vált a kerületben. Emellett jelentős szerepet vállalt a helyi orvosi közösség érdekképviseletében is. A szakmai alázata egy meghatározó gyerekkori emlékből fakad. Kisgyerekkoromban Makón éltem, és ott volt egy körzeti orvos, Szilágyi Géza bácsi, ő járt hozzánk. Soha nem kért el egy fillért se, a 8 tagú családot nagyon karban tartotta. Az ő mentalitása, velünk való viszonya, a feltétel nélküli hit, amivel elfogadtuk, amit mondott, volt az első impulzus. Érettségi után nem vettek fel az egyetemre, egy másik egészségügyel foglalkozó iskolát végeztem el, és közegészségügyi járványügyi ellenőr diplomát szereztem, és ő nála kezdtem a Makói járási hivatal egészségügyi osztályán dolgozni. Ő volt akkor a tiszti orvos, a Géza bácsi. És akkor mondtam, hogy hát én mégiscsak szeretnék az egyetemre elmenni. És nagyon bíztatott. És tudom, hogy utána is utána járt, hogy milyen szigorlataim voltak, és ezt hogy csináltam. Mikor meghalt, majdnem apánként csinálta. András békés családban nőtt fel 4 testvérével. Mencsvárként tekintett a szülői házra. Azon kívül ugyanis mindig verekedésbe keveredett, bandázott, riválisokat és ellenségeket gyűjtött. Persze volt olyan bunyó is, ami azon pattant ki, kiérdemelte meg jobban az 5-öst a történelem felelés után. Gyerekkori emlékeim közül egy negatívban, hogy senki az iskolába annyi jutalomkönyvet nem kapott évvégén, mint én. Alig bírtam hazacipelni. Ez miért negatív? Mert a szüleim egy szót nem szóltak róla, hogy jó van fiam. Egy szót se, másnap se, egy hét múlva se. Csak ragd már meg innen, múlva van. Édesapját később arról is nehezen tudta meggyőzni, hogy engedje őt tovább tanulni az első szakma megszerzése után. Nagyon jól kerestem közegészségügyi járványügyi ellenőrként, mert gázmesteri vizsgát is tettem, és halállal egyekre, bolhákra, tetvekre, rákcsálókra, mindenhez értettem. És ez egy nagyon jó üzlet volt. És az apám mondta, hogy itt van ez a hatalmas ház. Ott van a barátnőd. Megnősülhetnél. Van mire. Te meg elmész koldusnak. A koldus ez mit jelent? Orvostanhallgató. Én nekem meg volt annyi pénzem, hogy minden további nélkül tudtam finanszírozni akár egy évet. És az első fél évi vizsga után a leckekönyvemet otthon kitettem az asztalra. Láttam, hogy rásandít, de nem nézte meg, aztán oda ment, aztán fölvette, és nagyon egyhangú volt. Ötös. Azt mondja, látom, hogy komolyan gondolod. Mostantól adok 500 forintot havonta. 1400 forint volt a fizetése. Az anyámé meg 1100. 500 forint. Hát csak 120 volt az albérlet. Óriási pénz volt. Később, amikor már végeztem, az apám senkire nem hallgatott világéletébe, de engem mindig megkérdezett, hogyha valami nem tetszett neki saját magában, és szót fogadott. Nem csak édesapja hallgatott Andrásra, hanem azóta is mindenki. Határozott, erős személyiség, aki inkább vezető típus és nem beosztott. Megyei kórház belgyógyászati osztályán voltam adjunktus, és vezetőváltás miatt rájöttem, hogy az elképzeléseimet valaki mindig megváltoztatja, nem biztos, hogy indokoltan. Most ez nagyon nem tetszett. És akkor úgy döntöttem, hogy magam ura, magam felelőssége, magam tevékenysége, hogy minden este nyugodtan tegyem be a párnára a fejem, az egyetlen helyen képzelhető el, ez a házi orvoslás, a körzet
munkájában. És azóta aztán ezt csináltam. Én tudom, hogy ez egy magányos pálya. Itt 8-an vagyunk ezen a folyosón. Ha nem egyszerre jövünk be, vagy nem egyszerre megyünk el, hetekig, hónapokig nem találkozunk. Ezért valamikor 20 évvel, talán 30 évvel ezelőtt találtam ki, szerencsére okos kollégák partnerként együttműködve, hogy egy hónapban legalább egyszer jöjjünk össze valahol, valamelyik rendelőbe, ahol van elég nagy hely, ahol elférünk. Legyen egy kis tudomány, okos kollégát hívjunk el, beszéljen új dolgokról, vagy régi dolgokról a szakmából, legyen egy-két szendvics, legyen egy kávé, egy üdítő, és beszélgessünk egymással. Aztán meg persze ebből a dologból az is kifejlődött, hogy évente egyszer itt a STK parkolójába ideál egy hatalmas busz, felszállunk rá pénteken, az vasárnap éjjel meg visszajövünk. Az összes magyar lakta területet bejártuk már. Szlovákiát, Kárpátalját, Erdélybe többször voltunk, Szerbiát, Szlovéniát, Burgenlandot. Ez egy ilyen különleges jelenség egyébként? Igen, sehol másot nem hallottam róla, nyomát se. Arról se, hogy havonta összejönnek. Dr. Bálint András nem csak közvetlen kollégái között aktív, sokat segített a kerületi egészségügyi dolgozók munkakörülményeinek javításában is. Páratlan szervezőkészségének köszönhetően választott vezetője lett az Orvosi Kamara helyi szervezetének. Ahogy ő mondja, a hivatása mellett küldetése is lett. Nagyon irigy vagyok, és amikor Németországba a német háziorvos kollégának a rendelőjébe elmentem, és megláttam azt, hogy van felszerelve, fenemót szerettem volna én is olyat. De amikor én 40 évvel, 39 évvel ezelőtt Erzsébetre jöttem, akkor kutyaólok, meg ilyen csirke ketrecek voltak a körzeti rendelők. Emlékszem, a Fás utcába fölszakadt a padló, baleset veszélyes volt, olajkályhával hűtöttek. Na, szóval irigyeltem ezt a német kollégát. És akkor a Magisztrátus nevű intézmény, amit Perlaki Jenő hozott létre Festerzsébeten, azt a cél szolgálta, hogy ötletgazda legyen, hogy mit kéne csinálni a kerület pedagógiai munkájáért, egészségügyi állapotáért, az állampolgárokért, és jöttek az ötletek. És engem is meghívott ebbe a testületbe, és rengeteg ötletem volt. Úgyhogy sokszor már nem is ott a összejövetel, hanem fehér asztal mellett beszélgettünk tovább ezekről a dolgokról, és elkezdtek a dolgok megvalósulni. Átépültek, újak épültek, átrendeződtek. Hát tudtam, hogy a magamét nem tudom végrehajtani, nekem annyi lóvén nincsen, hogy megoldjam, megcsináljam, de az, hogyha a többiekét is bevállalom, hogy az egésszel együtt, ez a rendelő volt az utolsó, ami megépült ilyenre, mint most. Az összes többi korábban készült el. Ugyan nem vettem volna jó néven, hogy azt mondják, hogy sütögeti a saját pecsenyéjét, ki buliszta, és akkor neki van, hanem a többivel együtt. És hogy a belső tartást hogyan alakította ki magában? Hosszú évek kitartó jogázásával. A doktor úr szerint a korábbi goromba fiatalember a jogának köszönhetően vált fegyelmezett felnőtté. Megtanulta közben azt is, hogy hogyan dolgozza fel a szakmájával járó drámákat, nehéz helyzeteket. Mondjuk úgy történik, hogy este 7-kor végzek, leülök az autóba, hazamegyek, és a ház előtt üldögélek 1/4 órát, 20 percet, akkor úgy szépen, akkor nem viszek haza se problémát, se feladatot. És be tud úgy lépni az ajtón, hogy elengedte maga mögött, hagyta? Igen, igen, már van benne gyakorlatom. Én ugyanis otthon nem doktorbácsi vagyok, hanem mondjuk jó férj, meg apuka, meg valaki. Valaki vigye le a szemetet, valaki menjen el a boltba. Tehát otthon nincs szakmázás. Én a hegyek között élek. Ott nincs sima út. Tátra Lomnitztól fölmenni az Encián szállóig, nyílegyenesen, nem a sétaúton, ahol 50 centis és 80 centis lépcsők vannak, az jó.
a Mátrába, ahova idén is elmegyek, 40 éve mindig elmegyek, ott emelkedő van, rejtve, és én sétálok. Nem biztos, hogy a úton, hanem keresztül az erdőn. Nagyokat harapni lehet a levegőt, és minden este jól sikerül elfáradni. Dr. Bálint András úgy mondja, hogy a szelíd, de határozott népnevelés híve, melynek eszközeit szereti alkalmazni a mindennapi munkája során is. Én gyakorlatilag évtizedek óta nyitott ajtóval rendelek. Óriási jelentősége tud lenni. Itt bent sose ordítozik senki, mert egy csomó tanú hallja. Odakint nem mondhatja senki, hogy nem tudtam hozzá bemenni. Itt volt az ajtó. Tehát ez egy olyan már fegyelmező hatás. Az, hogy én minden egyes alkalommal szolíd, de határozott eleganciával jelenek meg az emberek között, mintha randevúra mennék. Pontosan azért, hogy lehessen észrevenni a belőlem jövő tiszteletet. Az általam adott tiszteletet fogom visszakapni, ez ugyanis kényszerítő erő. Nem lehet leizélni engem, se az utcán, se a rendelőmben, sem máshol. Tehát ez is egy olyan fajta kapcsolatteremtési technika, amelyik arra való, hogy konszolidált, kiegyensúlyozott, határozott, egyértelmű, és csak pozitív kisugárzással járó tartalma legyen a létezésünknek. Úgyhogy már megjegyezték, hogy mindig olyan elegáns. Erre szoktam mondani, hogy nincs egy rongyom, akkor azt venném föl. Meglepetés volt a doktor úr számára, hogy több díjra is jelölték kollégái, betegei. Így kapta meg többek között az egészségügyben elérhető egyik legmagasabb elismerést, az Astellas díjat is. Úgy gondolom, hogy ezek járulékos részei az én létezésemnek úgy, hogy visszaigazolás, hogy van értelme azt és úgy csinálni, ahogy én bevállaltam valamikor, és ezt próbálom tartani magam, úgy tartom számomra, hogy észrevették valahol, valakik, hogy ez a fickó, ez így működik. Ennek az észrevételnek lehet az a következménye, hogy kollégáim, kerületi, összkerületi kollégáim titkos szavazással egy elismerő gesztussal megtaláltak. Jól esett? Olyan jól esett, hogy az egyik, mikor a kezembe vettem, plakett volt, aztán csak néztem, csak az egyik olyan, na nagy pofájú, ugye most nem tudsz megszólalni? Tényleg nem tudtam. Gyerekeimnek mondom el, te figyelj, te tudod, mi az a régi szép idő? Nem, ez neked most van, ez a most, ez a régi szép idő. Tehát akkor, amikor én régi szép időben gondolkozok, hogy ez is megtörtént, azon is túl vagyok, nem csinálnám még egyszer, mert ugyanezt csinálnám, tehát gyakorlatilag már megcsináltam, hogy ezek úgy számon vannak tartva, akkor azt mondom rá, hogy teljes. Ha az öregisten úgy gondolná, hogy elszólít, mondanám, hogy ráér, mert még dolgom van, de ha úgy tudom, nincs mit sajnáljak.